Zeneakadémiára, amikor bekerültem negyedikbe, hát ugye elsőtől kezdődik a Zeneakadémia énektanszaka, én ott rögtön operatanszakra, a lényeg, hogy nagyon utáltak. Mert aztán ki ez, aki most jött ide, és rögtön ő itt az operatanszaknak a nem tudom én egyik csillaga, stb. És össze-vissza szekáltak, ugye a korepetitor, aki ott volt, ugye a kollégák, és egyszer csak már nem bírtam tovább, és fogtam, fölálltam, és becsaptam az ajtót, és kimentem. Másnap hív a Lukács Miklós igazgató. Ne gondoltam magam, most kész, vége, befejezhetem, mehetek apácának. Szóval a lényeg, és akkor behívott az igazgató, és azt mondta, Anikó, most már biztos, hogy maga erre a pályára való, mert aki ezt megmerte csinálni, azt mondja, akkor most már, mert maga mindig visszahúzódott, csöndbe volt, azt mondja, de ez, hál' Istennek, akkor van magába energia. Szól a telefon, és az opera titkársága keresett, és megkérdezték, hogy le tudok-e jönni Debrecenbe egy megbetegedett kolléganő helyébe énekelni. Erkel Hunyadi Lászlójának a Szilágyi Erzsébetéről van szó. Hát persze boldogan a partnerem, a címszereplő, Simándi József. És hát ezt nagyon jól tudjuk, legyen énekes vagy civil, hogy az az ember, aki úgy énekli el az Erkel Ferenc bánkbányából a Hazám hazámat, hogy mai napig, ha meghallom egy felvételen, szinte tényleg borsozik a hátam és megkönnyezem, mert egy csoda. Az akkori művészeti titkár, amikor én ezt a szerepet elénekeltem, akkor bekopogott az öltözőmbe, és azt mondta, hogy kedves fiatal művésznő, ön most akkorát teljesített és énekelt, és köztudott, hogy a Szilágyi Erzsébet szerepében a Lagrange az a egyik legnehezebb ária, hogy én engedje meg, hogy megemeljem a gázsiát. Olyan annyira, hogy amikor a Magyar Állami Operaházat meghívták a Bolsojba, Moszkvába, ugye abban a rendszerben még igencsak kommunizmus volt, hogy finom legyek, meghívták az operát, és két darabbal mentünk ki vendégszerepelni, az egyik volt a Bellini Normája, másik pedig az Erkel Ferenc Hunyadia, és hát bizony engem vitt ki a színház. Ez megint egy nagy elismerés volt. És hát előtte még, hát akkor még Leningrád volt, de most már Szentpétervár, hál' Istennek, szóval ott is elénekeltük, és hát a Bolsojban, amikor ott meg óriási siker volt, és bizony előfordult az, hogy egy kolléganőm nem tudta elvállalni a másik előadást, való részvételt, a Bellini Norma szerepét, és akkor fölkért a főrendező úr, a Mikó András, hogy meg tudnám-e csinálni két nap múlva, mert azt mondja, ha nem, akkor megyünk a gulágra. A szenvedét, a bosszút, a szomorúságot, a gyász, az önfeláldozást, az odaadást, ezt mind rendkívül jól és szuggesztíven tudta előadni.